Blatnicki János evangélikus lelkész vagyok, a Pest Erzsébeti evangélikus egyházközség lelkésze. Húsvét ünnepe ősi egyházi ünnep, és a legfontosabb eseményt ünnepeljük, az Úr Jézus feltámadását. Az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy ő életét adja miértünk, és ezzel nekünk örök életet szerezzen. Ez a legnagyobb dolog, amiért hálásak lehetünk, hálából ünneplünk. A húsvét üzenete ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt. Ugyanúgy a feltámadott Urat ünnepeljük, és annak a meghívását adjuk át a gyülekezet tagjainak a világ felé, hogy lehet élni a lehetőséggel, az örök életre megérkezés lehetőségével. Az evangélikus egyházban természetesen minden vasárnap istentiszteletet tartunk, és ilyenkor mindig egy kicsit húsvétot ünneplünk. Azért a vasárnapon tartjuk az ünnepnapot, mert az Úr akkor támad fel. Ilyenkor mindig úrvacsorai közösségben is vagyunk, illetve nyilván a húsvét minden napján, a húsvéti ünnep minden napján istentiszteleteket tartunk, illetve úgy készülünk már föl a húsvéti ünnepre, hogy az előtte lévő bőjti időben is hétközi istentiszteleteken végigjárva egy bőjti önvizsgálati utat érkezünk meg a húsvét öröm ünnepéhez. Természetesen mi is itt Magyarországon élve az itteni szokásokat követjük. Ugyanúgy, amikor a húsvét idő elérkezik, akkor fölkerül az asztalra a húsvéti sonka is, és minden, ami ilyenkor szokásos a terített asztalnál. De a hangsúly mindig azon van, hogy nyilván ahogyan bőjt sem arról szól, hogy ilyenkor nem eszünk húst, vagy tartózkodunk valamitől, hanem önvizsgálati idővel érkezünk meg, és ennek a húsvéti örömnek az egyik kirajzolódása talán az ünnepi közös terített asztal.